Köszöntöm Önöket, ez a világhíradó, én Nemes Anna vagyok. Már Ausztriában és Horvátországban is megjelent az új koronavírus. Tirolban ketten fertőződtek meg, egy ember pedig Zágrábban. Mindannyian Lombardiában jártak előzőleg. Olaszországban közben már 7 ember halt meg a járványban. Mencer Tamás államtitkár szerint a Tenerifén karanténba helyezett szállodában magyarok is vannak. Karantén alá helyeztek egy hotelt a Kanári-szigeteken, miután egy olasz turistánál kimutatták az új koronavírust. A szállodában 1000 vendég tartózkodik, a beteget egy kórházba vitték. Ez pedig már Szicília, ahol szintén új esetet azonosítottak. Olaszországban már 270 felett jár a megbetegedések száma. Rómában az olasz szenátusi tagok testhőmérsékletét is ellenőrzik az ülés előtt. A vírus az eurozóna harmadik legnagyobb gazdaságát megviseli. A milánói tőzsde hétfőn 5,8%-ot esett. A második legnagyobb olasz város közelében van a koronavírus olaszországi gócpontjának számító lombardiai terület, ahol 50 ezer embert helyeztek karanténba. A hatóságok azt javasolták, hogy kerüljük az érintkezést másokkal, de elképzelhető, hogy már meg vagyunk fertőzve. Napról napra élünk és várjuk, hogy elmúljon ez az időszak, mondta ez a tanár San Fioránóban. Az Európai Unió további 232 millió eurót különített el a vírus megfékezésére. Ebből 114 milliót a WHO kap, 100 milliót pedig egy vakcina kifejlesztésére fordítanak. Az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ egy szakértői csapatot küld Olaszországba, hogy segítsék az egészségügyi minisztérium munkáját. A WHO szerint Kína sokat tett a vírus megfékezésére, de megvan a veszélye, hogy világjárvány törjön ki. A Wuhan kínai városból származó koronavírussal világszerte 80 ezer ember fertőződött meg. Dél-Koreában már csaknem 1000 beteg van, 10-en meghaltak. A járvány egyre több közel-keleti országra is átterjed, köztük Iránra. Egy Teheránból Isztambulba tartó repülőjáratot Ankarába irányítottak, miután gyaníthatóan fertőzött volt a fedélzetén. Tűzszünetet kötött Izrael és az iszlám dzsihád, amely vasárnap óta 100-nál is több rakétát lőtt ki a zsidó államra. A terrorszervezet így állt bosszút, amiért a gázai határnál megölték egy tagjukat. A vaskupola légvédelmi rendszer a rakéták 90%-át semlegesítette. Izrael légi és tüzérségi támadásokkal reagált, Netanyahu izraeli kormányfő terrorista vezetők likvidálásával fenyegetett. Hétfő este megszületett a tűzszünet, ma pedig Dél-Izraelben megnyitották az utakat és újraindult a vasúti közlekedés. Az iskolákat és a gázai határátkelőket még zárva tartják. Meghalt Hosni Mubarak volt egyiptomi elnök, aki 30 éven át vezette a legnépesebb arab országot. Négyszer választották újra, több merénylet kísérletet is túlélt. Az egykori vadászpilóta a hadseregre támaszkodva regnált egészen a Tahrir téri felkelésig, amely miatt távozni kényszerült. A tüntetők halála miatt több büntető eljárás is indult ellene, de 2017-ben felmentették. Ebben a kairói katonai kórházban halt meg Hosni Mubarak, aki 1981-től 2011-ig vezette Egyiptomot. Mubarak azután lett elnök, hogy elődjét Anwar Sadatot meggyilkolták. Mubarak hivatali ideje alatt Egyiptom a nyugat, főként az Egyesült Államok szövetségesének számított, az arab világon belül pedig a mérsékelt irányzatot képviselte. A posztjáról 2011-ben a Tahrir téri tüntetés sorozat hatására volt kénytelen távozni, amely az arab tavaszként elhíresült felkelések egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Teljes őszintességgel mondom, hogy a korábbi események után nem indulok újra az elnökségért. Életem jelentős részét Egyiptom és a népszolgálatával töltöttem, de most elhatároztam, hogy az ország érdekében távozom. Jelentette be lemondását 2011. február 11-én. Mubarak ellen több büntető eljárás is indult. Azzal vádolták, hogy az ő parancsára öltek meg több mint 200 tüntetőt. Ezért 2012-ben életfogytiglani börtönbüntetést kapott, de 2017-ben jogerősen felmentették. A volt egyiptomi államfő, akit csak modernkori fáraóként emlegettek, 91 éves volt. 3 milliárd dollárért vásárol fegyvereket India az Egyesült Államoktól, ezt Donald Trump jelentette be első hivatalos indiai útján. A látogatás alatt a fővárosban tüntetések törtek ki az új állampolgársági törvény miatt. 10 ember meghalt, 150-en pedig megsérültek. A két napig tartó útján az elnök 100 000 fős tömeg előtt beszédet mondott, meglátogatta a Taj Mahalt, de politikai és gazdasági vezetőkkel is tárgyalt.
Bűnösnek mondta ki egy New York-i bíróság Harvey Weinsteint. A bukott filmmogul 2006-ban szexuális támadást intézett egy munkatársa ellen, 2013-ban pedig megerőszakolt egy színésznő jelöltet. Weinstein akár 25 év börtönt is kaphat. Felmentették viszont a legsúlyosabb vádpont a szexuális ragadozóként elkövetett erőszak vádja alól, amiért életfogytiglani börtön jár. Nem csak bátrak, hősiesek voltak Harvey Weinstein áldozatai, akik vallomásáért mind hálásak lehetünk. Ezt mondta a manhattani kerületi ügyész, miután bűnösnek találták a producert. Nincsenek szavak rá, mekkora áldozatot hoztak az igazságszolgáltatásért, miközben Weinstein manipulációval, ügyvédekkel, publicistákkal és más erőforrásokkal mindent megtett, hogy elhallgattassa őket, mondta az ügyész. A bukott filmmogul az ügyvédje elmondása alapján nyugodtan fogadta az esküdtszék döntését. A védelem ezzel együtt csalódott és fellebezést nyújt be. Nem sírt, de nem akarta elhinni, hogy ez a döntés született. Azt ismételgette, hogy ártatlan és hogy történhet ez meg Amerikában. Megköszönte a bírónak, hogy olyan helyre küldte, ahol orvosi ellátást kaphat, mondta az ügyvéd. Weinsteint egy börtönszigetre vitték volna, de mellkasi fájdalmai miatt kórházba szállították. 5 éve egy olasz színésznő jelentette fel, akit bepoloskáztak, de így sem tudták lebuktatni a producert. Örülök, hogy visszakaphatom az elvesztett éveimet. Még sokat ennivaló, én itt vagyok, és beszélek, akivel lehet, hogy ilyesmi ne ismétlődhessen meg. Ez most a küldetésem, mondta a színésznő. Az ítéletet a film és szórakoztatóipar, a média és a divat világából sok nő méltatta a Twitteren. Egyikük azt írta, Weinstein éveken át terrorizálta a nőket, de most oda került, ahová való. Bejelentette indulását a nagyobbik német kormánypárt a CDU elnöki tisztségéért Armin Laschet, Észak-Rajna-Vesztfália tartomány miniszterelnöke, akit az egészségügyi miniszter is támogat. Friedrich Merz, a CDU-CSU frakciójának korábbi vezetője is versenybe száll. Egy héttel korábban Norbert Röttgen, a Bundestag külügyi bizottságának vezetője jelentette be indulását. Így már 3 jelölt van Annegret Kramp-Karrenbauer pozíciójáért, aki 2 hete váratlanul lemondott. A párt elnökválasztó kongresszusa április 25-én lesz. Vizsgálja a német rendőrség, miért hajtott autójával a tömegbe egy 29 éves férfi hétfőn Folkmárszemben. A húshagyó kedd előtti hétfő a farsangi időszak egyik legfontosabb napja. A településen ennek alkalmából rendeztek felvonulást. 52 ember sérült, meg köztük 18 gyerek. 35 embert még kórházban ápolnak, a többieket hazaengedték. Letartóztatta a rendőrség a 29 éves férfit, aki a tömegbe hajtott egy német ünnepségen. A gázoló megsérült, a helyszínen fogták el, jelenleg kezelés alatt áll. Azt már tudják, hogy nem volt részeg. Csak a szemtanúk beszámolói alapján nyilatkozhatunk, azok alapján feltételezzük, hogy a férfi szándékosan hajtott a tömegbe, mondta a rendőrség szóvivője. Német sajtóhírek alapján a férfi korábban testi sértés, birtokháborítás és kényszerítés miatt került a hatóságok látóterébe. Most gyilkossági kísérlet gyanújával nyomoznak ellene. Amennyire tudom, még nincs bizonyíték az elkövető indítékára, amelynek kiderítése a nyomozás egyik célja, mondta a tartományi belügyminiszter. Reagált a történtekre a Berlini Filmfesztivál művészeti igazgatója. 3 hete még arról beszélt, hogy az idei filmek közt soknak borús a hangulata, mert készítőik így reflektálnak a világra. Mint tudjuk, hogy a világ, amelyben élünk, sok szempontból rossz irányba tart. Ha tragédia történik, mind odafigyelünk, mondta a művészeti igazgató. A gázolás után a hatóságok egész Hessen tartományban lefújták a nyilvános ünnepségeket. A tömegbehajtó férfin kívül letartóztattak egy másik szemét is, amiért levideózta a történteket. Két településen is riasztást adtak ki egy nyugat-angliai megyében, mert a leghosszabb brit folyó, a Severn, magas vízállása miatt életveszélyes áradásokra számítanak. Ironbridge városánál a folyó már elöntötte a parthoz közeli épületeket. 24 órán belül a vízszint olyan magas lehet, mint 20 éve volt, és a folyó áttörheti a gátakat. A másik riasztást Shrewsbury városára adták ki, ahol 3 bevásárlóközpontot is bezártak. Az Egyesült Királyságon nemrég egy héten belül 2 nagy vihar is átvonult, amelyek súlyos áradásokat okoztak. És ez volt a világhíradó, én megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!